Kedves testvérek, kezdjük el a mi esti istentiszteletünket a 42. Zsoltár első versével, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. Atyánk, mi már olyan nagyon megszoktuk azt, hogy a te színed elé lépünk, és olyan nagyon sokszor mondottunk már néked olyan dolgokat, hogy könyörülj meg rajtunk, meg hogy bocsáss meg mi nékünk, meg hogy a mi nyomorult lelkünket vedd a te szerető irgalmadba, úgy, ahogy az elébb itt ebben az énekben is énekeltük. Mi olyan sokszor hallottunk már a te bűnbocsátó kegyelmedről, szeretetedről, irgalmadról, hogy Urunk, már-már szinte megszokottá válik. Szinte pirulás nélkül tudunk előtted bűnt vallani, szinte belső remegés nélkül tudunk a te szent színed elé odaállani, talán azért is, mert nem is érezzük át igazán ennek a felséges ténynek a borzongató valóságát. Hadd kérjünk hát most téged, hogy ezeket a nagyon jól ismert dolgokat, mint bűnbánat, kegyelem, bűnbocsánat, tedd Urunk a számunkra mostan élővé, igazzá, valóságossá, és a te jelenlétedben való állásunkat tedd Urunk olyanná, hogy átremegjen a lelkünkön a boldog tudat, hogy itt vagy, és együtt lehetünk veled. Így kérjük a te áldásodat erre a ma esti istentiszteletünkre, Jézus érdeméért. Amen. Kedves testvérek, szeretném folytatni tovább a gazdagról és Lázárról szóló példázatnak a magyarázatát, tehát a Lukács evangélium a 16. részének 19. és következő verseit olvasom föl, amit a gyülekezet ülve hallgasson végig. Volt pedig egy gazdag ember, és öltözik vala bíborba és patyolatba minden nap dúsan vigadozván. És volt egy Lázár nevű koldús, aki az ő kapuja elé volt vetve szekélyekkel tele. És kíván vala megelégedni a morzsalékokkal, melyek hullanak vala a gazdagnak asztaláról, de az ebek is eljövén nyalják vala az ő sebeit. Lőn pedig, hogy meghalt a koldús, és viteték az angyaloktól az Ábrahám kebelébe. Meghalt pedig a gazdag is, és eltemetteték. És a pokolban felemeli az ő szemeit, kínokban lévén, és látá Ábrahámot távol, és Lázárt annak kebelében. És ő kiáltván mondta, Atyám Ábrahám, könyörülj rajtam, és bocsásd el Lázárt, hogy márts az ő ujjának hegyét a vízbe, és hűsítse meg az én nyelvemet, mert gyötrettetem e lángban. Mondta pedig Ábrahám, fiam, emlékezzél meg róla, hogy te javaidat elvetted a te életedben. Hasonlóképpen Lázár is az ő bajait. Most pedig ez vigasztaltatik, te pedig gyötrettetel.
És mindenek felett mi köztünk és ti köztetek nagy közbevetés van, úgyhogy akik akarnának innét ti hozzátok által menni, nem mehetnek, sem azok onnét hozzánk át nem jöhetnek. Csak eddig olvasom egyelőre, testvérek, mert a Isten is éltetés úgy akarja, majd a példázatnak a soron következő részét a jövő hónapba szeretném elmondani. Mostan azt hadd mondjam, testvérek, azzal hadd kezdjem, hogy ennek a példázatbeli gazdag embernek az egész történetén végig húzódik egy rettenetes szó. Ez a szó így hangzik, hogy későn. Bizonyára minnyájan éreztük már azt a borzongást, amit ez a szó, hogy későn vált ki a lelkünkből. Például, amikor valakinek sürgősen el kellett volna utaznia valahova, és pár perccel, vagy talán akár csak pár pillanattal később érkezett ki az állomásra, mint ahogyan a vonat elindult. És ilyenkor az ember tehetetlenül nézi a távolodó vonatot, amint egyre elérhetetlenebbül halad ki az állomásról, és keserű önváddal gondol arra, hogy miért nem indult el hamarabb, akár csak pár perccel hamarabb, vagy miért nem sietett jobban, hiszen pillanatokon múlott, és akkor elérhette volna még a vonatot, de most már késő. Igaz ugyan, hogy ezt a késedelmet még jóvá lehet tenni azzal, hogy legfeljebb bevárja az ember a következő vonatot, és azzal, ha elkésve is, de mégiscsak megérkezik oda, ahová akart. Vannak azonban a mi életünkben olyan késések is, amelyeket nem lehet ilyen könnyen jóvá tenni, amelyeket nem lehet így pótolni. Például egy nagyon kedves jó barátomra emlékezek mostan, testvérek, aki hosszú időn keresztül haragban volt az édesapjával. Mindig csak halogatta a kibékülést, míg azután egyszer levelet hozott a posta a falujából, amelyikből megtudta, hogy az édesapja hirtelen meghalt. És akkor ez a fiú keserű önváddal gondolt arra, hogy íme most már soha többé nem tud beszélni az édesapjával. Soha nem tudja neki többé elmondani azt, amire pedig olyan nagyon készült, és olyan hosszú időn keresztül készült. Mindig marad egy elintézetlen ügy a lelkén, amelyet mint egy fájó terhet végig kell hordozni az életében szakadatlanul. Örökre elkésett egy bocsánat kéréssel. Velem is előfordult egyszer, hogy haldoklóhoz hívtak ide a János kórházba. Emlékszem rá, éppen Biblia órát tartottam, azt gyorsan befejeztem, és azután siettem a kórház felé, és éppen abban a pillanatban, amikor rátettem a kezemet a kilincsre, és benyitottam a megfelelő kórterembe, pontosan abban a pillanatban szenvedett ki a beteg. Testvérek, még a mai napig is érzem azt a döbbenetet, ami végig borzongott rajtam, arra a tudatra, hogy elkéstem. Talán későn hívtak, vagy talán a betegnek jutott eszébe későn, hogy még akar valamit mondani, mielőtt elhagyja ezt a földi világot. Mindegy. Belém fájdult az a rettenetes érzés, hogy ezt a késedelmet soha többé nem lehet jóvá tenni. De kedves testvérek, mindenféle késésnél a leggyötrőbb késés az, ami itt áll előttünk ebben a történetben, a gazdag és a Lázárnak a történetében. Ez a példázatbeli gazdag ennek a szerencsétlen embernek az egész pokoli kínját szinte össze lehet foglalni és érzékeltetni lehet ebben a kétségbe esett fölkiáltással, hogy késő, késő. Ez az ember örökre elkésett valamivel, ami pedig az életet jelentette volna a számára, az örök életet jelentette volna a számára. Elkésett a bűn bánattal. Nézzétek, testvérek, itt olvassuk a történetben, hogy amikor ez az ember látta Lázárt távol a mennyei dicsőségben, és ugyanakkor látta önmagát a legrettenetesebb nyomorúságban,
Tehát mondjuk úgy, hogy amikor az egész elrontott életének minden súlya pokoli gyötrelemként szakadt rá a lelkére, és az gyötörte, akkor egyszerre ez az ember olyat kezd csinálni, amit azelőtt talán soha se tett. Imádkozott. Méghozzá kegyelemért könyörögve imádkozott. Így imádkozott, hogy Atyám, könyörülj rajta! Hallottátok, így olvastam a Bibliában. Így mondotta Jézus, Atyám, könyörülj rajta! Tudjátok, hogy ez a legszebb imádság? Ez a bűnbánó embernek az imádsága. Mert ebben benne van az, hogy átérzem mélységesen a magam teljes méltatlanságának a tudatát. Azt is érzem, hogy menthetetlenül el vagyok veszve. Semmi érdemem nincs, amire hivatkozhatok még egyáltalán az Isten előtt. Nem tehetek semmit már a magam megmentése érdekébe. Csak egyet tehetek még azt, hogy könyörgök. Azt, hogy megpróbálok még belekapaszkodni az Istennek a kegyelmébe. Atyám, könyörülj rajtam! Ímé így imádkozott ez a saját nyomorúságát és elveszett voltát. Most már ilyen nagyon világosan látó lélek. De milyen rettenetes dolog az, hogy csak odaát lát az ember ennyire világosan, és itten nem látja ennyire világosan a maga nyomorúságát és hitványságát. Tehát így imádkozott, hogy Atyám, könyörülj rajtam! Ugyanúgy imádkozott, ugyanazokkal a szavakkal imádkozott, ahogyan emlékeztek rá egy másik valaki is. A Jerikói úton, az a vakkoldus. Az is pontosan ezekkel a szavakkal, ezzel a sóhajtással támolygott oda Jézus elé, hogy Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam! És az egyiken megkönyörült az Úr. A másikon szinte alig merem kimondani. Ne! Ne! Miért? Hiszen egyformán imádkoztak. Egyformán szívvel, lélekkel imádkoztak. Egyformán kétségbe esve könyörögtek. Ugyanazokkal a szavakkal imádkoztak. És mégis akár mennyire hasonlít is a két imádság egymáshoz, mégis egy egész világ választja el őket egymástól. S valóban egy egész világ, mert az egyik, a vakkoldúsé ezen a világon hangzott el, a másik, a gazdagé a más világon, a túlvilágon hangzott el. És ez az óriási különbség a két imádság között. Ha legalább még akkor tudott volna így, ilyen igaz bűnbánattal könyörögni, mielőtt átlépte volna még a halálnak a küszöbét, akkor még nem lett volna késő. Hiszen tudunk egy olyan esetről is, ugye emlékeztek rá, amikor egy másik, igazán nagy bűnös, egy gonosztevő, akinek a lelkén gyilkosságoknak a vétke száradt, életének a legutolsó pillanataiban próbált belekapaszkodni egy halk sóhajtással az Istennek a kegyelmébe, és megkapta. Jézus azt mondotta neki, még ma velem leszel a paradicsomban. Ez a gazdag is, ha még akkor kiáltott volna, akkor még nem lett volna a számára késő. De most már késő. Késő! Mert testvérek, akinek akkor jut eszébe Isten bűnbocsátó kegyelméért könyörögni, amikor már lezárult mögötte a halálnak a kapuja, akkor minden bűnbánatával, minden könyörgésével, minden újrakezdési lehetőségével beleütközik egy rettenetes ténybe, abba a borzalmas ténybe, amit ez a szó jelent, hogy késő. Nem tudom, érzitek-e, hogy milyen nagyon világosan adja tudtunkra Jézus azt,
hogy van egy határ, ahol lezárul a kegyelemnek az ideje, és ahol kezdődik az ítéletnek az ideje. És hiába van sok mindenféle okkult tanítás arról, hogy az embernek a lelke a halál után esetleg újra testet ölthet, és megismétlődő élet sorozatokon át föltökéletesedhetik a legmagasabb rendű életformára, vagy hiába van más olyan tanítás, hogy az embernek a lelke a halál után bizonyos tisztító tűzben még esetleg vezekelhet a földi bűnökért. Jézus azt mondja, hogy nem. Jézus az egyetlen, aki onnét jött, és aki egyedül hiteles arra, hogy az ottani dolgokról nekünk igaz tanítást adjon. Ő azt mondja, hogy Istennek a kegyelmét vagy elfogadja valaki, vagy elutasítja valaki. Erre pedig ideje és alkalma itt és most van, ebben a földi világban. Hallottátok, hogy szól az íge, mi közöttünk és ti közöttetek nagy közbevettetés van. Úgyhogy akik akarnának innét oda átmenni, nem mehetnek, sem azok onnét ide át nem jöhetnek. Tehát mindenféle más egyéb tanítás csak arra való, hogy az ébredező lelkiismeretet elaltassa az emberben, és a benne bízó embert megcsalja. Ó, hogy áhítozza ez a szerencsétlen ember az Isten bűnbocsátó kegyelmét. Ími így könyörög, Uram, bocsásd el Lázárt, hogy mártsa az ő ujjának hegyét a vízbe, és üsítse meg az én nyelvemet, mert gyötrettetem ebben a lángban. Tehát valami szörnyű égő szomjúsággal vágyakozik a bűnbocsánat után. Semmi más után, csak egyedül a bűnbocsánat után. Mert testvérek, amikor a vádoló lelkiismeret éget valakit, és amikor a bűntudatnak a lángjai gyötörnek valakit, akkor nem használ a világon semmi. Nem használ az, hogyha valaki megpróbálja megnyugtatni az embert, és bagatelizálja a vétkét. Nem használ az, hogyha önmaga mentségeket keres. Nem használ az, ha mástokol. Nem használ, hogyha pszichológiailag kielemzi magában a saját hitványságának az okait. Nem használ még az se, hogyha igyekszik jóvá tenni. Semmi, semmi más nem oldhatja ezt a gyötrő szomjúságot, ezt a gyötrelmet, a lelkiismeret vágyának a gyötrelmét, csak egyedül egy valami enyhítheti, az Isten bűnbocsátó kegyelme. És hogy milyen drága ez a kegyelem, és hogy mennyire igazán fontos, és mindennél fontosabb ez a bűnbocsánat, ami látszik abból is, hogy csak egy cseppnyit akarna megízlelni belőle. Csak annyit, amennyi víz rátapad az ember ujjának a hegyére, akkor, amikor belemártja a vízbe. De még ennyi sem jut már annak, akiben későn támad ez a szomjúság. Már nem. Egy ilyen csepp, az sem. Jézus azt mondotta egyszer, ha valaki abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúzik. Ebből azt következik, hogy ha valaki abból a vízből nem iszik, idejében, amit Jézus ad neki, az soha örökké nem tudja többé oltani a szomjúságot. Minden gyötrelemnél rettenetesebb gyötrelem az, amikor valakiben későn gyullad föl ez a szomjúság. Amikor valaki elkésve fordul az Isten felé, és elkésve akar belekapaszkodni Jézusba. Későn, amikor már nem elérhető a számára. Érzitek ennek az igének a hallatlan erejét, így megtalálható, mert van egy főpont, az ilyen túl nem található meg. Hívjátok őt segítségül, míg közel van, mert jön egy olyan időpont, amikor ott van az a nagy közbevettetés levőzni, áthidalni. Nem tudom, hogy föl tudjuk-e fogni, kedves testvérek, micsoda hallatlan kiváltság az, hogy
Nekünk itt most még ezt kiáltja Jézus felénk, aki szomjúhozik, jöjjön, és aki akarja, vegye az életnek a vizét ingyen. Mit nem adott volna ez a példázatbeli gazdag? Az egész pompában eltöltött életét szívesen odaadta volna azért, hogy csak még egyszer hallaná ezt az isteni hívást, és engedelmeskedhetne néki. Jöhetne és vehetné az életnek a vizét ingyen. Tehát az is következik ebből, kedves testvérek, hogy a legelrontottabb élettel is oda lehet még menni Jézushoz, amíg nem késő. Amíg nem késő. És azt is hadd mondjam meg, hogy hogyan juthat el egy ember igazán egészen Jézusig. Hogyan juthat el egy ember odáig, hogy Istennek a bűnbocsátó kegyelme, amiről olyan nagyon sokat beszélünk, igazán élő valósággá és fölszabadító élménnyé váljék a számára. Nos tehát egy nagyon egyszerű, és mégis egy nagyon nehéz művelet által. Mégpedig a lelkünket terhelő bűnöknek a megvallása által. Így is van megírva a Jakab apostol könyvében, hogy valljátok meg bűneiteket egymásnak, hogy meggyógyuljatok. Valljátok meg, megvallani. Testvérek, ez valami más dolog, más dolgot jelent, mint elmondani az embernek a maga problémáit, mint kibeszélni az embernek azt, ami a szívén fekszik. Ez valami egészen más dolog. Minden ember vágyik arra, hogy egyszer úgy jól kibeszélhesse magát valakivel, egy megértő lélekkel, de ez még nem az, amit az apostol így mond, hogy valljátok meg a ti bűneiteket egymásnak. Más dolog a problémáinkat elmondani valakinek, és más dolog a bűneinket megvallani valakinek. Az egyik jól esik, a másik végtelenül nehezemre esik. Az egyikre vágyakozik bennem a lélek, a másik ellen a végsőkig tiltakozik el bennem az énem. Mert megvallani azt jelenti, hogy vállalom a bűnt bűnnek, és leleplez. Nem vállalom vele többi a szolidaritást, nem rejtegetem, nem dédelgetem, nem fedezem többé, hanem néven nevezem, és ezzel mint egy megfogom, és kiteszem magamból, kiemelem a lelkemből. Nyilvánosságra hozom. Megvallani azt a készséget fejezi ki, hogy kész vagyok most már leszámolni vele. Nem akarom többé megpürni magamban. A bűn szereti a sötétséget, szereti a fedezéket. Nos, amikor az ember megvallja a bűnét, ezzel mint egy elárulja a benne lévő gonosz, leleplezi annak a munkáját, mégpedig az Isten előtt, a bűnt gyűlölő Isten előtt. Nem csoda, hogyha irtózik tőle minden lélek ösztönösen. Azért nehéz dolog a bűnvallás, mert ott nem lehet mellé beszélni. Ott nem lehet mást okolni. Ott mindenki a maga egyéni bűnével lép közvetlenül az élő Istennek a színe előtt. Mindenki a maga személyes számadását viszi oda. És ha valaki meg akar gyógyulni, ha valaki igazán új életet akar kezdeni, akkor ne mentegesse magát, ne találjon enyhítő magyarázatokat a saját hitványságaira. Ne okoljon mást, ne a más bűnét vallja meg, mert azzal nem megy semmire. Hanem a bűnei, a saját bűnei, vigye oda az Isten elé, vallja meg néven nevezve mindent, amit az Isten bűnné tett benne. És az is jó dolog, ha egymásnak valljuk meg a bűneinket, ahogy az apostol mondja. Tehát egy
másik megértő, imádkozó, hívő testvérnek, illetve annak a jelenlétében az Istennek, de annak a jelenlétében, mert egy ilyen testvérnek a jelenléte segít ebben a rettenetes nehéz bűnvallásban, ebben a nagyon nehéz műveletben. Egy testvérnek a jelenléte, testvérek, amikor az ember bűnt vall, valóságosabbá, érzékelhetőbbé teszi a saját bűneinknek a fertelmességét és a láthatatlan Istennek a jelen valóságát. Mert mi olyan szemtelenek vagyunk, testvérek, és olyan orcátlanok vagyunk, hogy az Isten előtt pirulva merünk bűnt vallani. De ha ott ül egy másik valaki, amikor te a bűnödet vallod, akkor ég az arcodon a pír, a szégyen. Tehát a bűnünknek az igazi súlyát akkor érezzük át, amikor egy másik testvér jelenlétében valljuk meg azt az Istent. És segít az Isten jelenlétét is érzékelhetővé tenni. Tehát mint egy segít érzékelteti azt, hogy az Isten nem egy eszme, nem egy gondolat, hanem élő valóság, olyan jelenlévő és mindent halló valaki, mint ez a segítő testvér itt mellettem. Ezért mondja az apostol, hogy valljátok meg a bűneiteket egymásnak, és hozzáteszi, hogy meggyógyuljatok. Mert testvérek, az igazi bűnvallás mindig azt jelenti, hogy az ember leplezetlenül lép közvetlenül az élő Istennek a színe elé. És azt már én tapasztalatból tudom, hogy ahol egy ilyen igazi Isten előtt való állás történik, ott mindig gyógyulás is történik. Ez a gyógyulás éppen az, amire ez a gazdag, ez a példázatbeli gazdag olyan etedő szomjúsággal vágyódott, vagyis a bűnbocsánatnak a csodája, a kegyelemnek a fölszabadító ereje. Tudjátok, testvérek, én már rájöttem arra, tudjátok, hogy mi akadályozza az Isten bűnbocsátó erejének az életünkbe való beáradását? Nem a bűneink, nem. Hanem az, hogy nem akarjuk, vagy nem merjük megvallani a mi bűneinket őszintén és nyíltan. Mert ha valaki már megvallotta, akkor már semmi akadálya nincsen többé annak, hogy Jézus megváltó halálának és feltámadásának a gyógyító erői, mint egy beáradjanak az életébe. Ha megvallod a bűnödet, akkor egyszerre konkréttá válik a bűnbocsánat, mert akkor már tudod, hogy mit bocsátott meg az Isten. Hogy mit engedett el, milyen adósságodat engedte el az Isten. Tudjátok, a bűn megvallása nem egyéb, mint az életünk beteg sebének a föltakarása és odatartása az isteni kegyelem sugarába. És akkor az Istennek a bűnbocsátó szeretete éppen ott gyógyít, éppen az gyógyítja, ami beteg volt, ami fájt, ahol vérzett az élet. A bűnvallás által tesszük bele egész önmagunkat az Isten újjáteremtő szeretetébe. Igen, testvérek, azáltal gyógyulunk meg, mindnyájan azáltal gyógyulunk meg, hogy az Isten megbocsát. Egyedül az Isten kegyelme az egyetlen gyógyszer minden ember számára. Tehát azáltal gyógyulunk meg, hogy Isten mindazt a hitványságot, amit mi megvallottunk neki, úgy megbocsátja, mintha soha nem is lett volna. Mintha soha meg se történt volna. Kitörli az életünkből. Megszabadít a emlékétől, a vágyjától, a terhétől, a hatalmától. Pár évvel ezelőtt jelent meg a világ könyvpiacán egy könyv, egy orvos írta, és ez az orvos azt állítja ebben a könyvben, hogy minden emléknek valami meghatározott helye van az agyvelőnkben. És tulajdonképpen egy egész picike kis operációval egy-egy emléket, ami fáj, ami kellemetlen, el is lehetne onnét távolítani elvileg, de gyakorlatilag nem.
Ha gyakorlatilag is megoldható lenne ez a műtét, én azt hiszem, hogy rengeteg ember keresné föl az ilyen orvost. Nos, atyám, fiai, én tudok egy orvost, aki ezt a műtétet végre tudja hajtani. Van egy orvos, aki minden gyötrő gondolattól, emléktől meg tud szabadítani. Ezt az orvost úgy hívják Jézus Krisztus. És ez az orvos éjjel-nappal rendel. Ingyenes rendelése van, még az árát is ő maga fizette meg. Előzetes bejelentés nélkül mehet hozzá bárki. És aki őszinte bűnvallással jön oda hozzá, biztos tudom, hogy megtapasztalja, hogy a lelkiismerete fölszabadul minden tehertől, ami olyan régóta gyötörte már. Testvérek, ezt nem én mondom. Isten igéjeként halljátok, amit idézek a Bibliából szóról szóra, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól, mert Jézus Krisztusnak a vére megtisztít minket minden bűntől. Ezt az Isten mondta. Úgy fogad, mint az Istennek a szavát. És ez az, testvér, ami most még nem késő. És tudjátok, egy ilyen lelki nagy takarítás után újra lehet kezdeni egy egész életet. És egy ilyen nagy tisztulás után van az, hogy az embernek szabad, hogy az ember akar, hogy az ember tud megváltottan élni és munkálkodni a többi emberek között. És a bűnbocsánatnak a nagy élménye után van az, hogy sokszor még testileg is hatni kezd a Krisztus megváltó ereje. Úgyhogy lecsendesedik a nyugtalanság, lecsendesednek az idegek, megszűnik a fölösleges gyomorsav, normalizálódik a vérnyomás, pihentetővé válik az éjszakai álom, titokzatos, megmagyarázhatatlan betegségek gyógyulnak meg az emberben. Hát persze, hiszen rendbe jön az élete az Istennel, az örök rendel. Ennek a példázatbeli gazdagnak az egész tragédiája benne van ebben az egyetlen szörnyű szóban, hogy késő, neki már késő, de nehogy nekünk is késő legyen egyszer. Most még nem késő, csak át ne vígy valamit azon a függönyön, a halálon, az örökké valóságba, amit itt le nem tettél, mert itt még leteheted. Csak át ne vígy magaddal valamit oda, hanem életed minden hitványságával jöjj oda Jézushoz. Én is azt csinálom, testvérek, mindig újra. Vallj meg mindent őszintén, hogy meggyógyulj az ő bűnbocsátó kegyelmének az ereje által. Ma még mindnyájan kiálthatjuk azt, amit ez a bibliai gazdag már későn kiáltott, hogy atyám, könyörülj rajtam! Így jöjj rendbe Istennel. Amen.
Urunk, azt köszönjük neked, hogy most még nem késő. Hadd érezzük át a csodálatos, felséges kiváltságát ennek a ténynek, hogy most mi még kiálthatunk, hogy könyörülj rajtunk. Engedd hát, Urunk, hogy mindnyájunknak a szíve mélyéből hadd jöjjön az őszinte könyörgés, a legszebb szavakkal, a te szavaiddal, Urunk, úgy, ahogy a zsoltáros könyörgött. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint. Irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bűneimet. Egészen most ki engemet az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engemet. Mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem forog. Egyedül te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, ami gonosz a te szemeid előtt, hogy igaz légy beszédedben és tiszta ítéletedben. Tisztíts meg engem, izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engemet, és fehérebb leszek a hónál. Hallass örömet és vigasságot velem, hogy örvendezzenek csontjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat az én vétkeimtől, és töröld el minden álnokságomat. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orcád előtt, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításodnak az örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Uram, nyisd meg az én ajkaimat, hogy hirdesse szájjam a te dicséretedet. A töredelmes és bűnbánó szívet, ó Isten, te nem veted meg. Áldott legyen érte a te szent neved. Amen. Bánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen.